Nagy tisztelettel köszöntöm a sajtótájékoztatómat követőket. Én Brenner Koloman vagyok, a Jobbik frakcióvezető helyettese, országgyűlési képviselő. Milyen lesz szeptemberben az iskolakezdés? Tanárok nélkül. Hallani, hogy százasával mondanak fel azok a pedagógus tanárok, azok a kollégáim, akik végre megelégelték azt, hogy megalázóan alacsony bérért kell, kiemelkedően európai összehasonlításban is dolgozniuk. Hosszú évek óta próbáljuk felhívni a fideszes egypárti túlhatalom figyelmét arra, hogy a tudás és értelmiség ellenes politikájuk a magyar oktatási rendszerben is katasztrófához fog vezetni. Szeptemberben hihetetlenül nehéz lesz az évkezdés, hiszen nem csak, hogy nagyon sok tanárkollega fog hiányozni erről, bárki meggyőződhet, hogyha egy kicsit is az álláshirdetéseket végignézi, hanem az is látványos, hogy a jelenlegi fideszes megszorításokkal teli időszakban semmi nem lesz azzal az azonnali 50%-os béremeléssel, amelyet a Jobbik hazánk nemzeti jobbközép pártjaként már nagyon régóta szorgalmaz, hiszen nekünk az oktatás és a tudás kiemelt nemzetstratégiai ágazat. Fel kell tehát hívni a szülők figyelmét is arra, hogy most érkezett el valószínűleg az a pillanat, amikor nekik is szolidárisnak kell lenniük azon pedagógus kollégákkal, akik élnek végre sztrájkjogukkal, még annak ellenére is esetenként, hogy a Fidesz egypárti túlhatalma úgy szabta meg a sztrájk törvényt és a minimális szolgáltatásokat a tanárok esetében, hogy szinte formailag lehetetlen sztrájkolni. A Jobbik szolidáris tehát a pedagógusokkal, szolidáris a szülőkkel, és főleg nagyon-nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy jól képzett szaktanárok tanítsák a felnövekvő nemzedékeket, sajnos ráadásul. Mivel a pedagógus társadalom korfája olyan, hogy több mint a fele a kollégáknak 50 év feletti, ez még csak a kezdet. Néhány éven belül a pedagógus társadalom gerince fog nyugdíjba venni, és nekünk azonnali határozott lépésekre van ahhoz szükség, hogy mind a pedagógus pálya megújítása, mind a pedagógus képzés megújítása révén igenis végre minden magyar fiatal számára hozzáférhető legyen az a tudás és információ, ami a 21. században elengedhetetlenül szükség ahhoz, hogy egy kiegyensúlyozott és gyarapodó életet élhessenek. Köszönöm megtisztelő figyelmüket!